2016-ban avatták fel az ország első 56-os nemzetőr emlékszobrát a Kucorgó téren, melynek környezetében idén 6. alkalommal tartott megemlékezést Rákosmente önkormányzata és a Rákoskerti Polgári Kör nemzeti gyásznapunkon november 4-én. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 65. évfordulója alkalmából az egybegyűltek a hajdani összecsapásokban résztvevő nemzetőrök előtt is tisztelegtek. Az eseményen Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Szabó Attila, egykori 17. kerületi nemzetőr, valamint Zsámbokréti Zénó, a Politikai Foglyok Országos Szövetsége 17. kerületi szervezetének elnöke egyaránt jelen voltak. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 65. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés november 4-én a Kucorgó téren. Elsőként Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Kör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint utalt rá, nem ünnepelni, hanem emlékezni jövünk ide minden alkalommal, méghozzá arra a sorsfordító jelentőségű eseményre, amikor a szovjet csapatok bevonultak a fővárosba, hogy vérbe folytsák a magyarok szabadságvágyát, azokét, akik a hatalmas túlerő ellenére is felvették a harcot a világ akkori legnagyobb hadseregével. Hozzátette, Rákosmentének is voltak saját hősei, azok a nemzetőrök, akik hajdan Rákos Csabán és Rákoskerten teljesítettek szolgálatot. Szabó Attila, aki köztünk van, pont közülük való. Számára ez a helyszín is emlékezetes, mert a Rákos Csabai nemzetőrség fennállásának napjában itt is teljesített őrszolgálatot, vigyázva a forgalmas kereszteződés rendjére. Mivel a Kucorgó tér a két település, Rákoskert és Rákos Csaba határán helyezkedik el, a csabaiak a rákoskertiekkel közösen végezték ezt a feladatot. Az emlékmű szobor alakjában egy olyan fiatalt láthatunk, amilyenek ők voltak. A ruházat, a fegyver hiteles ábrázolása annak, hogyan is néztek ki akkor a nemzet harcra kész fiai. A Rákoskerti Polgári Kör elnöke a kerületben fellelhető és a forradalom emlékezetét egyaránt híven őrző alkotásokat is megemlítette, mint amilyen a Szabadságsugárút és a Pécelli út kereszteződésében található kopjafa. Az a helyszín azért is különleges, mivel ott vették fel a harcot a Rákos Csabai nemzetőrök a bevonuló szovjet katonákkal. November 4-én délután körülbelül 3:30-tól fél 5 óráig a plébánia és a templom környéke utcai harcok színhelye lett. Egy Pécel felől Budapest felé haladó orosz katonai autó ugyanis, látva az utcasarkon álló férfiak tömegét, riasztó lövéseket adott le. A következő pillanatban a lesben álló felkelők az autóra lőttek, és kézigránátdobásokkal felgyújtották. Az orosz katonák közül 3-an meghaltak. A megtámadottaknak Rákosligetről a vasúti sorompon keresztül egy hatalmas tank jött segítségére. A tank a Kossuth-Lajos utcához érkezve először a környező házakra, gyógyszertár, orvosi lakás, katonai körzetparancsnokság épülete adott le lövéseket, majd a kezelő legénység látva, hogy a felkelők egy csoportja a templom felé távozik, ágyúval, majd géppuskával is tüzelni kezdett rájuk. Így érték találatot a templom kapuját is. A beszédet követően Szigi Károly, nemzetőr ezredes, a Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett színművésze, alkalomhoz illő válogatást adott elő Ady Endre költeményeiből. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak, és vihar vertek. Az első emberi bátorság adassék a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy tekintett, mint jogos adóra. Mint egy Isten hóban vacogva fogadta szent munkája bérét, még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő vérét.
Vitéz Bacsó Ernő nemzetőr altábornagy, az országos gróf Batthyány Lajos nemzetőr szövetség elnöke elmondta, hogy annak idején hűséges harcot vívtak a bajtársaik, akik a reménytelen helyzet ellenére is felvették a harcot a szovjet katonákkal. Minden év november 4-én az ő emléküknek adózunk, csak úgy, mint azt az a Rákoskerten található szobor is kifejezi, amely 5 évvel ezelőtt készült el. Ez az emlékmű, ami most itt áll mögöttem, 2016-ban az elnök úrnak, a Szelepcsényi elnök úrnak a szándékával létrehoztuk. Mi megfogadtuk a nemzetőrség, az össznemzetőrség, hogy minden év november 4-én itt összejövünk és megkoszorúzzuk elődeink vérbe folytott szabadságharcát és emlékeit. Őrizzük, hiszen ennél most többet nem tehetünk. Ezt megtesszük mindenkor és minden szempontból. Vitéz Bacsó Ernő nemzetőr altábornagy a nemzetőrség érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként díszoklevelet adott át Dunai Mónika országgyűlési képviselőnek és Horváth Tamás polgármesternek. Az emlékműnél az egykori harcosok nevében Szabó Attila és Zsámbokréti Zénó, a Fidesz 17. kerületi szervezetének részéről Dunai Mónika országgyűlési képviselő, Rákosmente önkormányzatának nevében Horváth Tamás polgármester, dr. Füzesi Péter és dr. Bakos András alpolgármesterek, az országos gróf Batthyány Lajos nemzetőr szövetség küldöttjeként Vitéz Bacsó Ernő altábornagy, a megjelent önkormányzati képviselők, a Rákosmenti 56-os alapítvány és a Rákoskerti polgári kör tagjai, majd a civil lakosság helyezte el az emlékezés virágait. Az esemény a szózat, valamint a székely himnusz közös eléneklésével zárult.